Keresd meg! Na, ott van a borsaló! Lehet az a teli holdat? Amit itt láthattok, ezek a kopjafák, és a székelység temetkezési szokásaira az volt a jellemző, hogy a sírok fölé nem keresztet, hanem ilyen kopjafákat állítottak. Igazából mi ebből annyit veszünk észre, hogy ezek ilyen nagyon szépen faragottak. Valójában azonban itt mindennek megvan a maga szimbolikája és jelentése. Mást és mást jelentett, hogyha a tetejüket így vagy úgy faragták. Külön végződése és külön faragások voltak, amikor például gyerekeket, nőket, férfiakat vagy valamilyen jelentősebb vezetőt temettek el, és azoknak állítottak ilyen kopjafákat. Tehát milyenhez igazából nem értünk, de itt mindennek megvan a maga jelentése, amit meg lehetne fejteni, és ebből azonnal tudhatnánk, hogy ki az, akinek ezt a kopjafát állították. Aztán, hogyha egy kicsit elnéztek tőlem balra, nektek jobbra, akkor egy líceum épületét látjátok. A líceumról azt kell tudni, hogy ez egy középiskolát jelentett, tehát hasonlóan, mint a mi gimnáziumaink. Ezeket a középfokú iskolákat nevezték. Nem azok az újonnan készítettek, ez egy patinás. Majd ha kijövünk, akkor még tudszám fényképezni.
rengeteges, hangulatos. Délután még, amikor fagyoskodtunk kint a Hargitán, nem gondoltam, hogy még ki is fogunk ma izzadni. Fantasztikus, szép volt a produkció, és köszönjük, hogy bepillantást nyerhettünk a Szetelaki lányok és fiúkhoz. Szeretnének meg még egyszer megköszönni, hogy eljöttetek hozzá. A gyerekek egy kis ajándékkal készültek, amit átadnának nektek, illetve ha van még időtök, akkor szeretnék meghívni benneteket. Készültünk egy kis sütivel, és nagyon örülnék, ha itt maradnátok, és egy kicsit beszélgethetnénk egymással. Vas Albert erdélyfák között. Erdélyfák között egy évben kétszer fordult a levél. Ősszel, mikor a hervadás leszáll, az árva fák közt zúgni kezd a szél. És tavasszal, mikor a holt mezőkre az élet üttetése visszatér. Nálunk a csillag égett, s két csillag volt a két szemed. Beléje néztem, vissza-vissza nézett, és bíztatott, és kérdezett. Szellő üzent az esti távol, és azt üzente, csend legyen. S hervadás ereszte fákról, lekacagott a szerelem. Vasalvár, völgyek vándora! Hányszor hittem, hazám a fényhazája, s a völgyek szürke rabja nem vagyok. Völgy vándorát a hegyek csókja válja, s utam egyre feljebb. Maradnak az igazak és a jók, a tiszták és a békességesek, erdők, hegyek, tanúk és emberek. Jól gondolja meg, ki mit cselekszik. Ligasszák már fönt az égben a rostát, s a csillagok tengelyét olajozzák szolgálatos angyaluk. S lészen csillagfordulás megint, s miként hirdeti a Biblia, megérdik az embernek fia. S ki mint vetett, azonképpen arad, mert elfut a víz, és csak a kő marad, de a kő mond. Nézd ide! Dávid! Na, akkor pedig. Na, a barátségek legyen! Dávid! Szabi! Abyś ją strzelił pod, a do generacji. This is in Zwilling. Filana? Zuror? Gemini. Gemini? Yes. Why, co to jest? Laudatus Jesus. Katolik? Yes. Katolik. Ortodox. Patron Maria. Misericordia.
Aș pune mai mult, dar nu știu. Pa, bucă. Pa. Doamne ajută. Szereti a gyerekeket. Tot școala. És Mária az ő patronusuk, vagy védőszentjük. Hát ez az, amit megértettünk belőle. Sőtör, én elhelyeztetett egy arany serleget. Ebből a serlegből minden szomjazó vándor bátran ihatott, de elvinni onnan nem volt szabad. És képzeljétek, ez a serleg tényleg nem tűnt el onnan, sőt, állítólag nagyon kevesen használták is Tepes uralkodása idején, tehát nem igazán ittak belőle. Aztán egy másik ilyen rémtörténet szerint nagyon nem nézte jó szemmel, hogyha valaki naplopó volt és nem dolgozott. És egy alkalommal ezeket a naplopó szegényeket is összehívta a palotájába egy jó kis lakomára, aztán megkérdezte tőlük a lakoma végén, hogy ugye milyen jó lenne, ha soha többé nem kellene szegénységben élni. Természetesen ők azt vállalták. Jó. Felvinc és Enyed között egy kis bérci patak vágja keresztül az utat, melyen most tartós kőhíd van építve. A híd mellett kétfelől a patak oldalában emelkedik két roppant fűzfa, és ezen két fűzfának históriái emléke van. Két emberi vadék látta azokat felnőni, s vadékról ivadékra szállt a történet, s máig is úgy emlékeznek arra, mintha csak a mi életünkben történt. Be kéne tenni egy rózsába. Ereszkedni. Le kéne ereszkedni a kötélen. Nem tudnál valami szerezni kötelet? De fenn van a padláson a csengek. Hozd már, Leli. Rá is ment az írásra, s vége volt előtte József kurfürstságának.